Gratulálok ehhez a csodálatos kiállításhoz. Történelmi díszletek között és prominens vendégek részvételével vette kezdetét Fehérvár Csurgón a 7. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Ebben az esztendőben Lengyelország, Franciaország és természetesen a Soros Uniós elnökséget adó Magyarország a díszvendégek. A rendezvény fővédnöke Schmidt Pálné Makrai Katalin. A köztársasági elnök felesége úgy véli, fontosak az ilyen rendezvények hazánk számára. Minden olyan rendezvény, ami arról szól, hogy szép, jó, a közjót is szolgálja, meg az emberek szép érzékét is felkelti, meg a figyelmet és örömet is okoz, az egy fontos rendezvény, és ez azok közé tartozik. A Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyhoz 50 hektáros park tartozik. Ezt szerették volna hasznosítani akkor, amikor megálmodták a kertművészeti napokat, mondja Károlyi György. Franciaországban jöttünk rá, hogy léteznek ilyenek, tehát ilyen nagy dísznövény és kertművészeti napok kastélyok kertjeiben, és úgy gondoltuk, hogy hát próbáljuk meg ezt Magyarországon is valahogyan bevezetni. Persze az elején fogalmunk se volt, hogy ez milyen fogadtatásba fog részesülni, de szerencsére bejött. Már az első kertművészeti napokon több ezer látogató volt. Idén, ha az időjárás is kegyes lesz, 10-11 ezer vendéget várnak. Közéjük tartozik Miklósa Erika operaénekes is, aki minden évben itt van június első hétvégéjén, és nem csupán azért, mert tagja a legszebb standot kiválasztó zsűrinek. Az, hogy valami 7 éve így működik, és egyre jobban, egyre szebb lesz, egyre több ország látogat el, egyre több látogató, magyar látogató fordul meg itt, és ha először is van itt valaki, azonnal tudhatja és észrevehető, hogy itt azért nagyon sok kulturális program van a kastélyban. Az idei rendezvény egyik érdekes kiállítása a romantikus rózsák, botanikai festmények, de vasárnap estig folyamatosan zajlanak a színvonalas és érdekes programok a Károlyi Kastély kertjében, ahol mintegy 100 kiállító standjáról válogathatnak a kert- és virágbarát látogatók.